idejön, és úgy viselkedik, mintha magáé lenne a cég. Végigment magán minden csavargó a városban. Most meg elveszi az emberem. Hozzám beszél. Az elmúlt két évtized olyan változásokat hozott a román filmgyártásban, amelyek hirtelen és előre nem kiszámítható módon forgatták fel és rendezték át a román filmről kialakított képünket. Halló! Halló, da! Bună ziua, cum vă numiți? Chen Xiaochuan. Chinezu? Da, eu sunt. Să nu spui că ai fost și tu la Revoluție. Eu n-am fost la Revoluția voastră. Pe atunci eram în Egipt. Unde? Egipt. În Egipt. Da, să revenim. Deci de ce ai sunat? Ca să vă zic că eu știu pe domnul Manescu și că el nu minte. E un om în care puteți să aveți încredere. A 2000-es évek elején a román film felkerült az európai filmgyártás térképére. A kritikusok pedig egy merőben új tendencia körülírását kísérelték meg a román új hullám terminus által. A mai műsorunkban arra teszünk kísérletet Jakab Benke Nándor és Németh Szabolcs előtt filmkritikusok segítségével, hogy megnézzük, mi is pontosan ez a román új hullám. Létezik-e vajon egységes keret? Milyen alkotások születtek az új hullám jegyében? Egyáltalán mely alkotók a képviselői? Pe vremea aceea mă sculam încă la 6:30, m-am bărbirit și pe urmă... De asta le face. Continuați. În fine, m-am certat cu nevasta mea. Ha nagyon lazán akarok fogalmazni, akkor filmek összességét jelenti. Azt nem mondanám, hogy meg lehet ragadni alulról, tehát nem valószínű, hogy az alkotók azok összefogtak, összedugták a fejüket és kitalálták, hogy na gyerekek, akkor mi most csinálunk itt egy új hullámot, hanem ez igazából mindig úgy működik, hogy a filmes sajtó és a fesztivál igazgatók szoktak ráaggatni egy ilyen címkét a különböző mozgalmakra, vagy hullámokra, vagy trendekre. És ez is így történt, amikor hirtelen a 2000-es évek eleje közepe felé akkori fiatal román filmesek elkezdték a különböző nyugat-európai fesztiválokat agyon nyerni, ugye Cannes, Berlin, főleg ez a kettő, de más fesztiválokat is, akkor hirtelen megörült a szaksajtó annak, hogy hoppá, itt valami történik ebbe az országba, elkezdtek újfajta filmek készülni, amelyeken meg lehet látni valamiféle tematikai és formai egyformaságot, úgyhogy kikiáltották ezt így a román új hullámnak. Aztán az alkotók közül van, aki ezzel egyetért, van, aki kevésbé ért egyet, ez igazából már szinte mindegy. Ez most már egy tény, hogy a román új hullám az egy nem mozgalomszintű, de mindenképpen tetten érhető trend a román filmbővészetben. Ám a vorba, akkor vigyem. Én is tudok, hogy ez szkolát, cred că doarme. E la ora asta? E nouă. I-am spus că vin la nouă. Nu doarme, mitică. Mergeți, domn Marcel. Păi atunci... Păi atunci înseamnă că s-a sculat. Intrați peste el. Merge, domn Marcel. E nouă. A kritikusok által bejelentett, vagy éppen kitalált hullámok, irányzatok ellen tiltakoznak azok az alkotók, akik úgy érzik, egyéniségüket szélesebb áramlatokba szeretnék besorolni. A román filmek megújítói is tiltakoznak az új hullám ellen. Alex Leo Serbán filmkritikus kijelentette, nincsenek hullámok, csak egyéniségek. Általában ezek az új hullámok, most stílusok, ezek mindig generációváltáshoz kapcsolódnak, tehát amikor a fiatal nemzedék, a fiatal filmes nemzedék az előttük való nemzedékhez képest akar valami mást. Ugye az 50-es évek végén, 60-as évek elején volt megint egy filmtechnikai fejlődés, tehát ugye a kamerákat ki lehetett vinni a stúdióból, nem kellett olyan sok pénz azoknak a filmeknek az elkészítéséhez. Tehát ami a digitális fordulattal lejátszódott, hogy még olcsóbb lett a film a filmszalakhoz képest, 60-as években az történt, hogy a filmtechnikai eszközök, ha bár ugye filmre forgattak, de hogy mobilisabbak lettek, hordozhatóbbá váltak, olcsóbb lett a filmkészítés, ezért nem kellett rengeteg pénz ahhoz, hogy az ember összehozzon egy filmet. Ergo, ha nem kell sok pénz, akkor nincsen kötelezettség, ergo lehet szabadabban beszélni, és hát fiatalok ugye
a maguk véleményét próbálták filmre vinni, a maguk esztétikáját, a maguk érzékenységét, és ez országról országra változott. De általában mindig ez jellemzi, hogy nagyon aktuálisak, mások és olcsóbbak ezek a filmek. Bună seara la toată lumea! Ce film este? Kojak sau Colombo? Ca să știu și eu. A francia filmes új hullám óta, vagyis az 1950-es évek végétől, a 60-as évek elejétől, a film imádók új mozgalmak után kutakodtak. Ezt követően mind Csehszlovákiában 1968 előtt, mind pedig Nyugat-Németországban és Hollywoodban az 1970-es években az új hullám fogalma a hagyományok elvetésére, a lehetőségek újra felfedezésére vonatkozott. Érdekes, hogy Romániában a filmes szemléletváltás akkor következik be, amikor színre lép az új generáció, amelyik művészileg már nem kompromitálódott a Ceausescu rendszerrel. Románia azért kivételes szerintem, mert hogy amúgy a keleti országokban, a szocializmusban nagyon kevés helyen volt új hullám. Tehát cseh új hullámról beszélhetünk, magyar új hullámról is beszélhetünk. A romániai filmkészítés sokkal kontrolláltabb volt, mint a csehszlovák vagy a magyar. Emiatt ugye nagyon erős állami kézben volt és nagyon ideológikus volt a román filmgyártás. Vannak kivételek, tehát vannak stílusában új hullámos, de amely igazán nem tudom, rendszerkritikus vagy társadalomkritikus lenne, azok vagy nem készültek el egyáltalán, vagy belettek tiltva. A 90-es évek Romániája az valójában még nem termelte ki azokat az új szemléletű rendezőket, nem is volt hagyomány, amit folytatni. Természetesen nem azt jelenti, hogy nem voltak jó filmrendezők, és nem készítettek jó filmeket. Tehát már a rendszerváltás után megmutatkozott Lucian Pintilier a Balanza című filmmel, ugye a Tölgy című filmmel, amit Cannes-ban is bemutattak, nagy kritikai siker volt. Mircea Daniliuk rendez, Dan Pica rendez, még Sergio Nicolaescu is rendez, tehát egy csomó régi veterán rendező rendez szabadon a 90-es években. Természetesen már akkor ugye reflexió történik a szocializmusra nagyon sokszor, de készülnek akár már vígjátékok, megpróbálják a nyugati mintákat, vagy ezeket a szocializmusban is voltak ilyen színes szagos komédiek, azokat valahogy folytatni. Tehát van egy ilyen útkeresése, formakeresése, témakeresés a 90-es években, de készülnek filmek. Ugye hát Románia nem egy gazdaságilag fejlett ország. Ha néznek is az emberek filmet, akkor ugye el van a 90-es években ömlesztve a mozi a külföldi filmekkel, amelyek ugye hát nagyon izgalmasak a sötét szocialista évek után, tehát igény se lenne szerintem túlságosan román filmre. A múlt héten egy nő kiugrott a 8. emeletről. Soha nem csináltam ilyen műtétet. Fél tőle? Kiveszem a hólyagját, aztán csinálok egy másikat az egyik bélszakaszból. Rákos? Uh-huh. Komplikált? Igen, de megoldom. Jobban csinálom, mint a régi professzorom Bukarestben. Szerintem maga túl gyorsan eszik. Az idegek. Azért, mert türelmetlen vagyok. Ez a beteg egy nagyszerű ember. Már 4 éve jár ide, megkedveltem. Ugye a 90-es évek egy gazdasági csőd is Romániában, tehát még filmfinanszírozás sincsen. És a 2000-es években találódnak meg azok a formák, amelyek nagyon olcsóak, és nagyon sokat tudnak elmondani a romániai múltról, jelenről, közelmúltról. Tehát, hogy én azt látom, hogy kellett ez a gazdasági szorult helyzet, hogy előjönnek ezzel a minimalista, realista stílussal. Kellett egy technikai fejlődés is szerintem, mert a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére azért most már a digitális technika is beköszöntött. Romanian authorities will probably confiscate one of the SIM cards. Why? Force of habit. We have this SIM card. Ugye, és hát kellett egy
kellett a külföldi nyitás. Tehát általában egy kelet-európai országnak egy külföldi bemutatkozás adja meg a filmművészetének a legitimitását. Az egyik legfontosabb alapember ennek az új hullámnak az Kriszti Puju, akinek őt szokták így megtenni az egész origójának, aki ugye a Márfási Báni, a Zseton és a Beton című filmjével, ami annyira nem új hullámos még, de ott már elindult valami. A rövid filmekkel, meg később a Lazarescu úr halálával azt szokták így egyfajta nagyjátékfilmes origójának tekinteni az egész román új hullámnak. Hát, hogyha nem látta valaki a Lazarescu úr halált, akkor mindenképpen ajánlom. Nagyon egyszerű, nagyon lineáris, nagyon minimalistán elmesélt történet. Pont a valós idejűsége miatt tud akkorát ütni, nem mesélem el a sztoriát, nagyjából tudjuk. Benne van a címében, és nem árul zsákba macskát. Pont az egyszerűség az, ami a Kriszti Puju sajátja volt akkoriban. Doamna asistentă, deci, ori taceți din gură, ori mă lăsați să-mi văd de treabă, ori exit afară pe hol. Másik nagyon díjazott alkotó az ugye Porumbolyú, aki a Forradalmárok című filmjével pont a rendszerváltásról beszél, nagyon frenetikus humorral. Tehát pont ezzel akarom jelezni, hogy van, aki inkább a humorban erős, van, aki inkább a társadalom kritikában erős, tehát ezek az alkotók nem teljesen egyformák, mindenkinek valami más az erőssége. Vagy ott van például Krisztián Mondzsú, akiben az a szép, hogy különböző szemszögeket tud érvényesíteni a történeteiben. Ugye ott is megidéződik a Ceausescu rendszer legsötétebb periódusa, a 4 hónap, 3 hét, 2 napban, amikor ugye egy addig viszonylag, hogy mondjam, elhanyagolt női szempont tud megjelenni ezekben a filmekben. Szinte mindegyik filmben közös az, hogy azért van egy erős moralizálás bennük, de a lényeg az a nézőre van bízva, nem szájba rágósak ilyen szempontból. Cine vine să trăiască în mănăstire, trebuie să se elibereze de toate cele lumești. A Ceausescu éra filmkészítői arra kényszerültek, hogy metaforákat, szimbólumokat használva beszéljenek arról, amiről tilos volt. Egy a New York Times-nak adott interjújában Kriszti Mundzsú azt vallja, hogy erre a filmkészítési módra reagálva akart filmes lenni. Azt hiszem, az én egész generációm így érez. Azokban a filmekben rossz a színészi játék, tele vannak ostoba helyzetekkel és metaforákkal. Abban az időben fontosabb volt mondani valamit a rendszerről, mint elmesélni egy történetet. Vallotta a rendező. A szocializmusban ugye nagyon vigyázott arra Románia, hogy kifele jó PR-t mutasson. Tehát habár sokan sejthették, hogy mi lehet az országban, de ugye amikor külföldi imázs munka folyt, akkor vigyáztak arra, hogy az igazi arcát nem mutassa Románia. Amikor a 90-es években megnyíltak a határok, akkor az újságírókon kívül valószínűleg senki nem jött ide nagyon, tehát hogy katasztrófa turisták nem igazán jártak Romániát, vagy nem tudok én róla. Meg a világot mit érdekelte, hogy mégis nyugat maradt 90 után, tehát ez a váltás csak nekünk volt óriási sok, őket meg lehet, hogy annyira nem érdekelte, mi történt. Mondom, mivel hogy a román új hullám egy új esztétikával, egy nagyon újat mutatott, sokak számára sokkolót, ezért tudott szerintem így bebetonozódni éveken keresztül a fesztiválok életkörébe. Mert félretes ne essék, tehát ezek fesztiválkörökben, kritikusi körökben és vágyszemű nézőkörében ismeretesek, tehát Romániában nagyon kevesen látták ezeket a filmeket. Persze nyilván többen azokat, amelyeket külföldön is díjaztak. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy a romániai filmet, de a Magyarországra is ez jellemző, tehát hogy mondtam az elején, külföldön kell egy hitelesítési dolog, tehát egy Cannes-i nagy díj, egy Oscar díj jelölés, vagy valami hasonló nagy durranású figyelem.
és akkor így itthon is megnézik a filmeket. Tehát siker, nyilván nem kassza sikerre kell gondolni, hanem egy ilyen fesztivál sikerre, meg egy ilyen vágyszemű közönség által kedvelt filmstílusra kell gondolni. Mondj, soha ezt a mindezsak? Vagy csak fúlán nem adtuk, köszönöm a prostés, mert mindenképp a ultimo frajer! Rendelkezésükre álló költségvetés miatt nagyon egyszerűek, minimalisták. Sokszor egyszerűen kézikamerás módszerrel dolgoznak, és a téma általában nagyon össze tud forni a tartalommal, a tartalom nagyon össze tud forni a formával, és ez így van a Román új hullámban is. Nagyon egyszerű, sokszor hétköznapi szituációkból kibomló történetek ezek, vagy a rendszerváltás környékéről, a Ceausescu rendszer utolsó napjaiból, vagy az éppen akkori rögvalóságból indulnak ki. Minimalista, nagyon egyszerű filmek ezek, pont azért tudtak nagyot ütni, mert egyszerűen sallangmentesen tudnak szólni nagyon-nagyon fontos társadalmi problémákról. Ez egy ilyen újságírói gics, hogy a téma az utcán hever, és azt hiszem, hogy a Román új hullámban ezt tényleg megpróbálták sokszor szó szerint venni. Kimennek az utcára, és ott van a téma. Ugye kivándorló, fiatal lány, a terhesség megszakítása a Ceausescu rendszer végnapjaiban, rendszerváltás, a román egészségügy, tehát ezek a dolgok, a román rögvalóság igazából, ami minket körülvesz, a román korrupció, tényleg az utcán hevernek, tényleg csak szét kell nézni, és ott van. Igazából alapvetően kétféle film készült a Román új hullámban. Vagy a Ceausescu korszak végéről szólnak, ezek ilyen rendszerváltós filmek, vagy pedig a film aktualitásában, tehát az akkori jelenben játszódó filmek. Nagyjából ez a két verzió van. Ezek az alkotók és ezek a filmek betegre nyerték magukat különböző fesztiválokon. Igazából az összes környező kelet-európai ország irigykedve tekintett erre a, hát most már lassan 10-15 éve zajló folyamatra, ahol tényleg, hogyha összeszámoljuk az elhozott díjakat, akkor sokkal több jön ki, mint mondjuk Magyarországnak, még a Saul fiát is, hogyha belevesszük még akkor is. Tehát, hogy mondhatni, a szakma csinálta meg az új hullámot. Persze jó kellett legyenek a filmek is, de ezt, hogy egyáltalán keretet adni neki, ráaggatni ezt az új hullám jelzőt, ezt igazából a fesztiválok és a szakma csinálta. Mégis nagyon jól tette. Ce părere aveți de situația actuală a țării mele? Am să vă spun ce părere am despre situația orășenilor, întrucât la țară nu mai locuiesc practic de la vârsta de 10 ani. Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Nagyon sok olyan filmet látok, amelyek a dokumentumfilm és a fikció határán, vagy a multimédia dokumentum és a fikció határán mozog, már-már kísérleti filmek is vannak, de az továbbra is jellemzi a román filmeket, hogy nagyon olcsón készülnek. Tehát az intézményrendszer, a támogatási rendszer nagyban nem alakult át, továbbra is minden évben van egy ilyen suttyó műfaji film, tehát mind a Miami Beach, vagy a Selfie, vagy nem tudom mik voltak az utóbbi években, amik szintén nagyon olcsó ilyen külföldi műfaj átdolgozások, de a kísérleti jellegű művészfilmek azok eltávolodtak ettől a realista, minimalista stílustól, és inkább kísérletiebbek, sokkal inkább átjárást mutatnak műfajok és médiumok között akár. Most gondolok erre az új Rádu Zsude filmre is például, aki tényleg annak idején mindenki a családomból az egy abszolút új hullámos, realista, minimalista film volt. Tehát, hogy az ő karrierében is látható, hogy egy olyan rendező, aki valamikor új hullámos alapfilmeket készített, az mennyire megváltoztatta az ő stílusát. De hát
már a Barbárok is egy olyan különleges, érdekes film volt. De én ezt látom, hogy ez a médiumok műfaj közötti átjárás, és már ilyen filmnyelvi kísérletezés, ami jellemzi az újabb fesztiválokon is sikeres román filmeket. Este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, Imperiul Roman.